Felborult, összetört autó, kidőlt kerítés, rendőrségi helyszínelés jelei. Ezek a képek a hétvége legsúlyosabb baleseténél készültek Kétyen. Itt egy autós elütött az úttas mellett éppen füvet nyíró helyi férfit. Halálos kimenetelű baleset 2019. október 20-án a délutáni órákban történt Kégy belterületén, ahol egy 35 éves tolnai férfi az autójával közlekedett, és vélhetően a sebesség nem megfelelő megválasztása miatt kisodródott az útról, nekiütközött az úton az úttest mellett füvetnyíró személynek, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A sofőr valószínűleg azért vesztette el uralmát az autója fölött és gázolt halálra egy embert, mert ittas volt és kábítószert is fogyasztott. A 35 éves tolnai férfit a bonyhádi rendőrök őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására. A másik súlyos baleset szombaton este történt Dunaföldváron. Itt egy fiatal fiú hajtott túl gyorsan, és nekiütközött egy autóbusz öböl magasított patkájának. A jármű hátsó kereke kitörött, az autó irányíthatatlanná vált, és nekiütközött egy villanyoszlopnak, valamint két parkoló autót is összetört. Úgy tudjuk, az autót egy izsáki 15 éves fiú vezette, aki engedély nélkül hozta el otthonról a család autóját, ráadásul jogosítvánnyal sem rendelkezett. A járműben négyen utaztak, akik mindannyian 13 és 15 év közötti fiatalok voltak. A balesetben ketten súlyosan, hárman pedig könnyebben sérültek meg. Ebben a balesetben nagyon fontos elmondani, hogy itt is a járművezető sem, valamint utasai sem használták a biztonsági övüket. Tolna megyében 9 halálos baleset történt a 10 hónap alatt, és 12-en vesztették az életüket az utakon, míg tavaly ugyanebben az időszakban 13 halálos baleset történt.